Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, így az online térbe is mai bibliaóránkon. Kezdjük a bibliaórát imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük az elmúlt hét ajándékait, köszönjük a tőled kapott üzeneteket, bátorítást, erősítést, akár intést. Köszönjük szépen neked, hogy olyan ígéreteket kapunk tőled, amilyet senkitől, amelyek megbízhatóak, amelyekre rá lehet állni, amelyekben meg lehet bízni, amelyek megvalósulnak. És kérünk, az elmúlt hét bűneit is te bocsásd meg, amikor nem figyeltünk rád, amikor vétettünk ellened és egymás ellen. Kérünk szépen tőled lelki érzékenységet, hogy odafigyeljünk rád és egymásra, hogy tényleg ne csak az ismeret, hanem a szeretet növekedjen bennünk. Kérünk szépen, áld meg a mai alkalmunkat is, te szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Amen. Énekeljük el a 367. dicséretünket. A 367. dicséretünk így kezdődik: Emeljük Jézushoz szemünk. Isten igéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvasom, annak 26. versétől a 33-ig. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni, hanem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában. Nem de két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, de a ti atyátok akarata nélkül egy sem esik le azok közül a földre. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ma olyan sokan bátorítanak bennünket egyházban, gyülekezetben, hogy ne félj. Sok helyzetben mondta ezt az Úr, a Biblia lapjain is sok különböző körülmények között találkozunk ezzel. Mégis azt lehet mondani, hogy van sok között egyfajta egybevágóság, hogy ezt akkor mondta Isten az embereknek, amikor a szavát tovább kellett vinniük, vagy valamilyen küldetésben járatta őket. Az ilyen szolgáknak nem kellett félniük több okból sem. És ha mi ilyen szolgák vagyunk, akik visszük az ő örömhírét, az ő küldetésében járunk, akkor tulajdonképpen nekünk is szól ma a bátorítás. Ne félj! Nem kell félnünk, hanem végezhetjük a tőle kapott feladatunkat. Nem kell félnünk, mert Jézus értékesnek tart, és éppen ezért vigyáz ránk. Nem kell félnünk, mert aki az övé és neki él, az nem veszíthet el semmit. Az első gondolat nem egy ok-okozati összefüggés, hanem egy tény. Aki ugyanis a feladatát végzi, annak nem kell félnie. Ez nem egy emberi praktika, hogy eltereljük a figyelmünket, és akkor a félelem is elmúlik. Ez egy következmény. Aki szolgál, küldetésben jár, annak a félelmek között sem a félelem a domináns, hanem az, hogy mit mondott neki az ő ura, az ő Istene. Olyan sokszor ez is a hétköznapi tevékenységekben megnyilvánul. Ugyanis aki bármilyen dologgal foglalkozik, és azt komolyan veszi, azt akarja végezni, az soha nem fogja megélni a körülményei között azt a mérhetetlen akadályoztatást, azt a lehetetlenséget, ami az ő feladatát korlátozná. Aki viszont nem akarja elvégezni ezt a munkát, az mindig fog találni olyan indokot, olyan körülményt, olyan akadályoztatást, ami miatt nem tudja elvégezni a feladatát. Ilyen esetben a félelem is sokkal inkább erőt vesz az emberen. Érdemes lenne egy kérdést becsülettel megválaszolnunk ma magunknak. El akarjuk-e igazán végezni azt a munkát, amit Jézus ránk bízott? Mert aki akár egy kétkezi munkát is mindenáron el akar végezni, mert szívügye a dolog, az bizony gyengébb szerszámmal, rövidebb határidővel és akadályoztató körülmények ellenére is el fogja tudni végezni. Nyilván nem ezek a természetes körülmények. Nyilván nem az akadályoztatás. Nyilván nem a félelem kísértése. Nem is erre kell berendezkedni. De nem megoldhatatlan így sem. Ma, amikor teljesen felborultak az életkörülményeink, jól lemérhetjük ezt a mindennapokban. Mennyire sikerült az elmúlt hónapokban magunkhoz venni az üzenetet, amit Isten mondott. mennyire sikerült továbbadni. Többet fordultunk Istenhez a bajban. Csak segítséget kértünk, vagy éppen az odaszánásunkat is kértük, hogy növelje. Odaszántuk magunkat, eldöntöttük, hogy Isten szolgája vagyok, történjen velem az ő beszéde szerint. Ahogy Mária mondta, amikor az angyal meglátogatta. Persze a bajban egy kis vigasztalást, erősítést várunk, és ez teljesen természetes. De amikor azt várjuk, hogy Isten úgy nyugtasson meg, hogy azzal vigasztaljon, hogy mindig majd jobb lesz, majd ő segít, ne félj, majd én elringatlak, ezt hiába várjuk. Nincs ilyen ígéretünk a Bibliában. Istennél nincs kis vigasztalás. Nála teljes vigasztalás van Jézus Krisztusban. Ez pedig nem megy másként, csak odafordulással hozzá, egyfajta életcsere programmal. A pásztorokat sem ringatta az Isten, amikor elküldte hozzájuk az ő angyalát. Nem azt mondta nekik, hogy jaj, ti szegény perifériára szorult emberek. Nem baj, ne féljetek, majd jobb lesz. Majd eljön az igazság, az egyenlőség, a testvériség. Nem cirógatta őket, hanem angyalain keresztül küldetést adott ezeknek a pásztoroknak. Ők pedig elmentek, azt csinálták, amit az angyal mondott, megbizonyosodtak arról, hogy valóban úgy van minden, ahogy hallották, sőt, amikor bizonyságot nyertek, amikor mindent úgy találtak, ahogy az angyal mondta nekik, tovább is adták azt az üzenetet, amit a születendő üdvözítőről hallottak. Továbbadták a Szent Szülepárnak a hallottakat, hogy ezáltal ők is erősödjenek a korábban személyesen kapott üzenetekben. Így lettek a félszeg pásztorok, bátor küldöttek, akik az első evangélistákká lettek, akikről a mai napig is tud minden kisiskolás is. Ezeket az evangélistákat a mai napig szinte mindenki ismeri. A félelem az életünkben lehet a tétlenség következménye is. Ne legyünk azok, ne legyünk tétlenek, ha így van. Fogadjuk be mindazt, amit az Úr nekünk mond. Engedjük, hogy megintsen, mozgósítson, bátorítson, küldjön, ahova épp akar. És tegyük meg mindazt, amit ő nekünk mond, amit tőlünk kér. Akkor a küldetésben járva a félelem elenyésző tényezővé válik. Nem kell félnünk, mert Isten küldetést ad, és abban járat. Aztán azért sem kell félnünk, mert Isten tulajdonképpen értékesnek tart és védelmez minket. Mai ige szakaszunkból az is kiderül, hogy Jézusnak nagyon fontosak és értékesek vagyunk. Azt mondja, hogy még a veréb is számon van tartva. Mi pedig sok verébnél értékesek vagyunk. És lehet, hogy ez nem túl nagy bóka mi számunkra, nem igazán vigasztalás, nem erre számítanánk, amikor azt mondjuk az Úr Jézusnak, hogy félünk, de nagyon fontos igazság ez. Ha megnézzük ezt az egész teremtett világot, hogy milyen különös gonddal tartja fenn Isten így a bűnbeesés után is, így, hogy mi rongáljuk, roncsoljuk, romboljuk, ahol csak tudjuk. És ha megnézzük, hogy ebben a teremtett világban tényleg a szinte legelterjedtebb és legértéktelenebbnek számító madár az emberek szerint, úgy élhet, hogy gondja van rá az Istennek, hogy nem eshet le az égről úgy, hogy az Isten ne tudna róla, igenis reménykeltő üzenet ez a verebes párhuzam. Mert Jézusnál nincsen legértéktelenebb. Nála nincsenek reménytelen esetek, értéktelenebb emberek, értéktelenebb teremtmények, állatok. Neki fontos mindenki, minden teremtménye. És a hívő ember is fontos neki. Nagyon fontos. Csak mi szoktunk osztályozni. Sokszor egymást, néha magunkat is, de Jézus fogalomtárába ismeretlen ez a fajta osztályozás. Ez azt is jelenti, hogy sok jó dolog vár ránk. Sok jó dolog vár ránk még ebben az életben, így a nehéz helyzetekben is, mert Isten számon tart, értékesnek tart, fontosak vagyunk neki. Tudja, hogy mi történik velünk, és nem történik semmi az ő akarata nélkül. Sok védelem, bátorítás, öröm benne van mind az előbb említett küldetésben is. Jézus foglalkozik velünk. Emlékezzünk arra, hogy amikor Jézust le akarták lökni a szikláról, mert megbotránkoztak benne, amikor felolvasott először a templomban, és elmondta, hogy ma teljesedett be ez a profécia a fületek hallatára, akkor bizony sokan dübegorultak. Mégsem tudták idő előtt lelökni. Így láthatjuk az ő életén keresztül, hogy amikor sokan támadnak ellenünk, Isten akkor is figyel ránk, megvéd, gondja van ránk. Aztán látjuk a próféták életén is, hogy sokszor üldözték őket, és közülük nagyon sokan megmenekültek, nem bánthatták őket. A zsidó nép is kicsiny népként úgy élhetett ebbe a történelemben, hogy állandó célpontja volt a környező népeknek. De nem lehetett őket sem eltiporni, sem kitörölni, sem bántani. Még akkor sem, amikor maga az Úr szolgáltatta ki őket ítéletként az ellenségnek. Annak is vége volt, ideje, korlátja, határa. Nem történhetett velük semmi az Isten tudta nélkül. Véges volt az ítélet, mert drágának tartotta őket, és szerette őket. A szeme fényének nevezi Isten az ő népét. Hogy ne vigyázna ránk, hogy ne lennénk értékesek neki, hogy ne élhetnénk át azt a védelmet, amit az ő mindenható, óvó karja biztosít számunkra. Olyannyira fontosak vagyunk neki, olyannyira szereti a népét, hogy meghalt értük a kereszten. A gyász, a tragédia, az ítélet, az tulajdonképpen számunkra a megmenekülés, az öröm és az ígéret. Ott bizonyította leginkább azt, hogy különösen fontosak vagyunk számára. Persze ez nem csak értéknyilvánító gesztus volt. Nagyon fontos, hogy a keresztre mindig úgy tekintsünk, hogy ezzel megmentett minket a bűn és halál rabságából. Felszabadított bennünket az Isten. Egy olyan úton járhatunk, ahol egészen más törvények uralkodnak, ahol nem csinálhatnak velünk azt, amit akarnak. És ezáltal Isten, ezáltal a szabadítás által visszakapcsolt bennünket a mennyei áramkörbe is. Újra munkálkodnak az ő mennyei erői a mi életünkben. Hogy aki hittel elfogadja az ő váltságát, megmeneküljön, az Isten akarata érvényesüljön az életébe, és minden támadás ellenére is védelmet élvezhessen. Persze van, hogy egy adott ponton elengedi Isten ezt a védelmet. Elengedte mások életébe is, mert annak ott oka és célja volt. Valamikor ez ki is derülhet, de valamikor nem is tudjuk, hogy miért történik ez. Elfoghatták végül a prófétákat is. Volt, akiket meg is öltek közülük. Volt, aki békésen halt meg, nyugalomban, nem bántották, de volt, aki üldözés által. És ez nem azt mutatta, hogy akkor kevésbé szereti őket az Isten. Sokszor a hívők szenvedése és halála magvetés volt. De maga a mi Urunk Jézus Krisztus sem maradt ki ebből a sorsból. A nehézségeket illetően ő is fölvállalta a legnehezebb utat, hiszen végül ő maga is vértanúságot szenvedett. Gondja van ránk Jézusnak, vigyázz ránk, de ez nem jelenti azt, hogy nem érhet minket szenvedés. Értékesek vagyunk számára, védelmez minket, éppen ezért ne féljünk. De ha mégis a legrosszabb történne velünk, akkor szintén nem kell félnünk, hiszen nem zárhatják le az életünket. Nem veszíthetünk el mi már semmit. Az elején így fogalmaztam meg, aki az övé és neki él, az nem veszíthet el semmit, még az életét sem. Nincsen ugyanis rá senkinek hatalma, hogy elvegye az életünket. Jézus szava szerint, ha mi megtérünk és élő hitre jutunk, akkor már a halál sem árt nekünk. Rendkívül nagy egzisztenciális, létszükségletbeli bizonyosság ez. Nem kell félnünk senkitől, mert csak a testünket vehetik el, csak azt ölhetik meg. Ugyanis csak Jézusnak van hatalma a testet is és a lelket is a gehennára vetni. Az örök pusztulásba senki más nem lökhet, csak az élő Isten. Ő viszont az ellenkezőjét kívánja. Azt mondja már az Ószövetségben, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Meg akar menteni minden embert, olyannyira, hogy meghalt az egész világért. Abba a klasszikus ige részbe, amit szinte minden hittanos ismer, tud, idéz, amit Jézus egykor Nikodémusnak mondott el, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ott az egész világra vonatkozó ígéret van. Végül nem fog mindenki megmenekülni. Ez is egy másik igazság. De Jézus halála, váltságműve az egész világért szólt. Aztán, hogy azt kifogadja el, kinek lesz személyessé, az már személyes felelősség. De mindenkit meg akart menteni az Isten mindig. Neki nem az az üzenete, hogy el akar veszíteni, hanem megmenteni. Menjen éppen ezért mindenki hozzá, aki csak hallja az igét. Kérje kegyelemből a megbocsátást és a megmenekülést. És aki ezt kéri, az egy olyan emberré válik, akinek már nem vehetik el az életét. Csak testileg árthatnak. Értékesek vagyunk az Istennek, meg akar menteni. Számon tart, és meg is ment. Aki hozzámegy, azt is megmenti tulajdonképpen. Így örökké valóság szempontjából tulajdonképpen az a prófétai sors, amit Jézus is vállalt, hogy egy ponton túl meg kellett halnia, bennünket sosem érhet. Mert csak a testünket vehetik el, a lelkünk már örökké a mennybe van, ha mi Jézus váltságában élünk. Olyannyira igaz, hogy örök életre ment meg. Nem kell félnünk, ha a legrosszabb történne meg velünk a földön. Nincs vége az életünknek. Elpusztíthatatlanná váltunk Jézus kegyelme által. Van folytatás, van megmenekülés. És ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Olyan ez, mint a gabonamag sorsa. A földbe hull. Elrothat. Látszólag pusztulás és rothadás ez a sors. De újra ki kell, mert így rendelkezett róla az Isten. Neki minden lehetséges, és ahogy egy kicsiny magot a pusztulásból az életre szökkent az Úr, sőt, ezt a magot meg is sokasítja, ebből majd újra kalász lesz, ugyanúgy a mi halandó testünket is új életre tudja támasztani Jézus Krisztus. Ne féljünk hát! Ne féljünk, mert nincs soha vége az Isten gyermekei életének. Van mindig folytatás. A mai alkalmunk során hallhattuk, hogy nem kell félnünk, mert Isten feladatot ad nekünk, küldetésben járhatunk. És aki a feladatával foglalkozik, azon még a kísértő félelem is sokkal kevésbé lesz úrrá. Másrészt nem kell félnünk, mert Isten védelmez bennünket, a szeme fényei vagyunk, és nagyon sokszor a külső támadásokat is elhárítja az Isten felőlünk. Lepattannak rólunk ezek a támadások. És hogyha a legrosszabb történne meg, hogy az életünkre törnek, és ezt meg is tehetik, ha mi Krisztus kegyelmében bízó, újjászületett emberek vagyunk, akkor is csak a testünknek ártatnak. Van folytatása az életnek. Nem a testi halált várjuk, hanem boldogan élünk reménységbe itt a földön. De egyszer, ha eljön, nem kell félnie a hívő embernek, mert az élete be van kapcsolva az örök mennyei áramkörbe, ahol folyamatos élet, boldogság, öröm van a mi megváltó Jézus Krisztusunkkal, félelemmentesen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy nem kell félnünk. Köszönjük, hogy Te ezen a földön szereteteddel, igéddel, világosságoddal olyan békességet árasztottál a Te tanítványaidra. Akárhányszor Te léptél hozzájuk, ha meg is rettentek egy váratlan helyzettől, Te mindig nyugalommal árasztottad el őket. Így kérünk, hogy nap mint nap segíts, hogy megszólítsunk és megszólíthatóvá váljunk, hogy küldetésben járjunk, és ne a külső hatásokkal foglalkozzunk. De kérünk, Uram, hogy így nyugtass meg bennünket a Te lelked által, add a Te elvehetetlen békességedet. Köszönjük szépen, hogy nem kell félnünk, mert neked értékesek vagyunk, és külön ígéreted van arra, hogy védelmezel bennünket. Őriző pásztorunk vagy, Te vagy a jó pásztor. Nálad jobban senki sem terelgetheti, őrizheti a mi életünket. Szeretnénk kérni, hogy hadd legyen ez teljes valóság számunkra. És köszönjük szépen, hogy nem kell félnünk, már csak azért sem. Mert ha egyszer földi porsátorunk összeomlik is, akkor is van folytatása a benned bízó, a hitben élő, a te váltságodat kegyelemből elfogadó embernek. Szeretnénk átélni ezt a folytatást. Így kérünk, Uram, hogy Te beszélj a mi szívünkre, amíg nem lenne a miénk ez az új élet. Te segíts, Uram, hogy lépjünk e felé, hogy elkérjük tőled, hogy elfogadjuk tőled, hogy benne éljünk tetőtől talpig, hogy úgy bőségesen kiáradjon ránk a kegyelem. Köszönjük szépen, hogy ez lehetséges. És köszönjük szépen, hogy közben gondod van mindenre az életünkben. Így szeretnénk a mindennapi nehézségeket, küzdelmeket, terheket is elét hozni. Az idősekét, akik most különösen veszélyeztetett helyzetben vannak még mindig. Kérlek, Uram, az enyhítés és a nyitás mellett is segíts felelősen élnünk, és add a Te különös segítségedet és gondoskodásodat, védelmedet az időseinkre. Könyörgünk, Uram, a munkavállalókért, a munkájukat elvesztett emberekért, Te adj nekik új lehetőséget. Könyörgünk a diákokért, pedagógusokért, akiket különösen kikezdett ez a fajta körülmény, az online oktatási rendszer nehézségei. Kérünk, Uram, azoknak, akik kikapcsolódtak a rendszerből, hogy illeszd őket vissza. Kérlek, segíts a nehéz feladatokban a tanároknak is elvégezni a felkészülést, a feladatkiosztást, és kérünk a diákoknak is a feladat elvégzéséhez, adj erőt, szorgalmat. Add, hogy az evangélium hirdetése mellett, a hitünk megélése mellett a földi feladatainkat is elvégezzük. Olyan különösen nehéz ez, nagy kísértés a diákok számára, hogy sokszor nem érzik, hogy van küldetéstudatuk. Add, Uram, hogy tudja minden diák, hogy az ő feladata a tanulás, és ezt hűséggel végezze. Kérünk, Uram, a betegeinkért, Te gyógyítsd őket ebben a nehéz helyzetben is. És kérünk, Uram, hogy Te segíts folytatni a csendben elmondott imádságainkat. Köszönjük, Uram, hogy a közösség mellett a személyes életünkben is hozzád fordulhatunk. Kérlek, segíts azt is megélni mindnyájunknak. A Te nevedben kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás békesség. Bibliaóránk záró énekeként énekeljük el a 396. dicséretünket. A 396. dicséretünk így kezdődik: Ébredj, bizonyságtévő lélek!